Szia! Hello. Szia! Rebeka. Lara vagyok, örülök. Na, milyen szép neved van. Rebeka. Köszönöm. És merre sétál, Gaci? Hát éppen most jöttem egy tárgyalásról, aztán éppen járóautó vagyok hazafele. Milyen nyitott személyiség vagy, milyen szép mosolygósan jöttél. Köszönöm. Te is és egyből bemutatkozol. Tök jó. Nagyon csinos vagy, tetszik köszönöm az öltözéket. Szépen. Akkor ezek szerint nem fázol, én jobban fáztam, mert felvettem ezt a kabátot. Sőt, meleg is van. És milyen üzleti megbeszélésem volt? Figyelj, hát egy cég felkért, hogy esetleg a ruháit tudjam reklámozni. Hmm. Egy olyan elegánsabb aha cégről beszélek. Üzletasszonyos ruhák. Üzletasszonyos ruhák. Tök igen, jó, az abszolút passzol hozzá szerintem is. Tökre örültem is neki. Úgyhogy szerintem elvállalom. Akkor szereted a ruhákat igen, ezek szerint. Igen. A csinos ruhákat még főleg jobban? Főleg. Tök jó. Hát akkor abszolút egybevág, amiért megállítottalak, mert most köszi én szépen nyilván fölvázolom, hogy, aranyos vagy, hogy miért is állítottalak meg. Hát mondjuk szeretnélek elhívni egy forgatásra. Tehát itt nem csak fotózásról lenne szó. És miről lenne konkrétan? Hanem videózásról, és az egésznek az lenne a lényege, hogy így, ahogy vagy, le kellene fürdened. Mit szólsz hozzá? Tetszene az ötlet? Hát elég érdekesnek tartom. Mégis ez hogy van, hogy történik? Hát az a lényege, hogy tehát van egy weboldal, ahova ezek készülnek, ezek a felvételek. 10 perces videóról beszélünk, ahol azt mutatjuk be, ahogy vizes lett rajtad a ruha. Na ugye most szarakozzal? Nem szarakozom. Vizes, igen. Aha, tehát. És nem kell levetkőzni? Hát az zakót leveszed max. Aha. Meg a cipőket. Aztán majd utána majd a többi. Nem. Valami ilyen, hogy hasonló lesz nincs a dolog. Ilyen, nincs lényege, ilyen, gondolom. Nem, abszolút nem. Tehát itt a ruháról szól a dolog. Tehát ahogy a ruha, ahogy rajta vizes lesz. Tehát nem arról, hogy te hogy leszel vizes minél kevesebb ruhában. Bármi meglepő, és általában vagyok, szokott. Vagyok, de elgondolkodom rajta. Igen? Mert végül is ilyen fotózásokra azt mondtad, hogy szoktál ilyet elvállalni. Hát igen, csak hogy ruhában még ilyet nem láttam, még nem tudom elképzelni. Aha. De hát lényeges, tudom, hogy jól érezd magad és a fürdés. Beszéljünk még erről. Beszéljünk még erről? Igen. Most ráérsz egyébként? Sétálhatunk igen, tovább? Sétálhatunk és beszélhetünk tovább. Na, mert igazából az a lényeg, hogy fürdesz egyet, most jelen esetben egy medence lenne, nem tudom mennyire érsz rá, van most dolgod? Rohanásban vagyok, de folytasd nyugodtan, meghallgatom. Tehát pont még ennyi időd van, hogy elmagyarázzam. Tehát az a lényege, hogy bemész és szép lassan vizes lesz rajtad a ruha, közben jól érzed magad és fürdesz, és poncsolsz, és ennyi a lényege, 10 percig. Nyilván ez egy mozgófilm, tehát nem túl sokat kell bevágni, mint a fotózásokon, értem, hanem simán de jól akkor érezni ez magad. Ez értem, tehát ennél több nincs akkor. Nincs. Ez abszolút ilyen a ruhákról szól. Nyilván értem, szép lányokon, mert a ruhó szép lányokon szóval. Azért nem egy 150 kilós lányom. Szóval ez lényeges. Jó, hát figyelj. Mit szólsz hozzá? Próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Ugyanolyan, amit ígértél, úgy lesz. Így van. Rendben, így van. Jó. Próbáljuk. Na. Érdekes. Mert akkor esetleg megbeszélhetnénk, hogy mikor találkozunk. Mai nap valamikor? Hát a mai nap azt szerintem nem. Egy jövő hetet táblázunk be. Hát az nem igazán jó nekünk ez a jövő hetes, ez egy kicsit késő lenne. Mert nem tudom így előre mai beprogramálni a helyszíneket. Mai nap délután esetleg, ha megfelel neked. Jó a délután, igen. Rendben. A mai napra akkor tudtam intézni a helyszínt, mert ugye nekünk mindig kell egy igen, helyszín, nyilván, ahol víz van. Igen. Úgyhogy na, rendben, akkor megadod a számot, be, akkor beírnám. Na. Rebeka. Igen. Igen, mutatom. Vagy be is írtam. Beírom én inkább, jó. Csillag. És ez vagyok én. Okay. Na, mert akkor megcsörgetlek délután. Jó, rendben. Milyen, mennyi idő neked? Hát 4 óra magassága. 4 óra magassága, jó. Gondolom itt a közelben laksz. Így van. Ha ilyen jó, nyugisan sétálgattál. Na, akkor maradjunk annyiban, hogy visszahívlak, rendben, jó? És akkor rendben megbeszéljük. Örültem, hogy megismertelek. Én is örültem. Szia. Na, minden jó. Szia. Köszönöm, szia. Na, meg is érkeztük. Na, itt van a kis medence, itt leszel. Mit szólsz hozzá? Érdekes, jó? Tetszik. Érdekes? Tetszik.
Adom fülöttél a medencében nyilván. Igen, 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 csak nem ruhába, de igen. Tehát lényeges, hogy nem egy ugorjára és puf már vizes volt, hanem szép lassan élvez ki, hogy kocsolhatom. Jó, kezdes, mert igen, igen. Azért ezt a 10 percet töltsük. Jó. Na, egyből beleugrasz, akkor az a sok lényeg. De az a lényeg, hogy jól érez magad, pancson, nyugodtan, lépcsőben, az a jó, hogy nem. Igen, amíg rejutok ott. Cipőben, igen, igen, kicsit macerásabb. Csak gondolod és készen állsz, akkor el is veszed.